Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, a 21. század intézet vezető elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi a következő lépés? Ma megkezdődik a müncheni konferencia, ahol az oroszok nincsenek ott, de sokan mások ott vannak. Ez tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai találkozója. Számomra talán, hogy az amerikai elnök vagy az alelnök asszony jelenik meg. Részünkről tudod, hogy ki lesz ott? Nem tudom, ugye amerikai részre az elnök, jól tudom, jövő héten érkezik Lengyelországba. A kilencekre. Igen, tehát ott lesz egy találkozó, és a sajtóhírek szerint vagy Novák Katalinna, vagy Orbán Viktorral fog is találkozni egyébként az amerikai elnök. Jövő héten lesz ugye az egy... Itt van az ideje. Hát a Novák Katalinna már találkozott egyébként korábban Joe Biden amerikai elnökkel, tehát már volt találkozójuk, de ami ugye a jövő hetet illeti, akkor ez az egyéves évfordulója az orosz-ukrán háború kitörésének, és hát értelemszerűen ilyenkor a nyugati közvélemény készül valamire, ugye az orosz offenzívának a felerősödésére, megújulására, illetve arra, hogy akkor valamilyen erődemonstrációt mutasson a nyugati világ, hogy akkor továbbra is egyébként mondjuk Ukrajnával van. Magyarország álláspontja ugye egyértelmű, ezt gyakorlatilag a háború kitörése óta, sőt már előtte is minden fórumon mondja a magyar kormányfő is, és a különféle tisztviselői a kormánynak, hogy békepárti álláspontot képvisel Magyarország, nem akarja azt, hogy belesodródjon ebbe a háborús konfliktusba, és a múlt heti uniós csúcson, ahol találkozott az ukrán elnökkel Orbán Viktor, ott is egyértelművé tette, hogy humanitárius és pénzügyi segítségnyújtást továbbra is nyújt Magyarország, azonban például a fegyverküldést elutasítja. Értem, most, hogy a tizedik csapást részben megszavazták, és hogy ez Franciaországot is ugyanolyan értékben érinti, mint minket. Mi várható szerinted? Hát pont itt van a Népszava előttem, és ugye a, például az nukleáris energia az fontos kérdés, és itt a politikúra hivatkozva azt írja a Népszava, hogy például a nukleáris energiára vonatkozó szankciók várhatóan nem kerülnek elfogadásra, tehát ez egy fontos eredmény magyar szemszögből, hiszen ugye folyamatosan azt halljuk, hogy egyes országok és az Európai Bizottság is szeretné kiszélesíteni a szankcióknak a körét az atomiparra, az atomenergiára. Én ezt már régen nem szankcióknak, hanem csapásnak ítélem meg. Egy új szóhasználat próbálok bevezetni, mint hogy az arab tavasz arab mocsár volt, és már ez ragad, mások is így értékelik, de hát a németek is tulajdonképpen atomerőműből zöldek. De hát azt akarom mondani, hogy a szankciókra utalva, hogy hát látjuk IMF-nek a friss előrejelzés, vagy csapásokra, hogy idén Oroszországban gazdasági növekedés lesz. Látjuk azt, hogy egyébként nem történt semmilyen változás katonapolitika téren. És itt a szankciók kapcsán nagyon jó párhuzam az, és a hírek is azt mutatják, hogy Észak-Korea és Irán ad fegyvereket, lőszert, meg drónokat Oroszországnak. És ugye mind Észak-Korea, mind Irán olyan országok, amelyek évtizedek óta lehető leszigorú szankciókkal vannak sújtva. Tehát szerintem Észak-Koreában még egy kiló cukrot sem lehet bevinni, mert akkor Amerikai Egyesült Államok azonnal kitilt téged, vagy valami komoly szankció alá rak. És ezek az országok képesek még ennek ellenére is, egyébként a rezsimjük az stabil, tehát nem bukott meg sem Észak-Koreában, sem Iránban a rezsim. Ezzel párhuzamosan pedig fegyvereket és lőszereket, meg drónokat szállítanak Oroszországra. Tehát önmagában már ez a hír, ez a tény is jól mutatja, hogy a szankciós politika teljesen alkalmatlan arra, hogy egy országot rávigyenek, hogy beszüntessen valamilyen háborús konfliktus, és arra is alkalmatlan, hogy egy politikai rezsimet megdöntsön. Tehát innentől kezdve, amit Ursula von der Leyen, vagy bármelyik nyugat-európai vezető, brüsszeli vezető mondogat ezzel kapcsolatosan, az csak egy hiú ábránd, egy vak remény, és ezzel párhuzamosan egyébként
azt tapasztaljuk, hogy az európai gazdaságot meg tönkretesszük. Hát Magyarországon is kiszámolták, több ezer milliárd forint ment el a költségvetésből a szankciók és a háború következtében. Rengeteg pénztől fosztják meg a magyar embereket. Látjuk azt, hogy az egész Európai Uniónak a gazdasága az visszábesett. Tehát most arról beszélünk, hogy kerüljük el a recessziót, és örülünk, hogyha 0,1 vagy mondtam, maximum 2%-os növekedés lesz az Európai Uniós országban. Ez gyakorlatilag stagnálás. Egy pillanatra ugorjunk, ha már úgyis említetted Brüsszelbe. Valami ocsmány módon szekelják Várhelyi Olivért, a biztost, aki a csatlakozásért tulajdonképpen felelős, és azt állították, amire természetesen a fideszes képviselők kellőképpen fölháborodtak, hogy ő nem az EU-nak a bizottság politikáját képviseli, hanem a magyar elképzeléseket. Na most, ha ez tényleg így lenne, akkor az őshonos kisebbségek esetében, például Ukrajnában, háború ide vagy oda, Ukrajna egy csatlakozásra kijelölt ország, azt mondaná, hogy nyet, hogy erről szó se lehet, hisz az őshonos kisebbséggel, ahogy viselkednek és azt bánnak, újból mondom, háború előtt, meg háború alatt, meg egyáltalán. Tehát magyarul nem lehet beszélni, de meghalni a hazáért, akár magyarul beszélő ember is meghalhat. Hogy van ez? Hát, ugye a Várhelyi Olivér kapcsán egy tipikus baliberális nyomulást láthatunk, mert most Magyarországgal szemben mindent el kell, minden rosszat el kell mondani. Hát ugye most például az amerikai ENSZ nagykövet azt mondta, hogy Magyarországon aggasztóak az antiszemitizmusnak a jelei, és akkor, hogy nem tudom, egy szobrot leöntöttek, vagy valami ilyesmivel indokolták. Egy Wallenberg szobrot leöntöttek. Valami ilyesmi volt a hír, és aztán kiderült, hogy, ez Svédországban történt. Tehát bármi történik a világban, Svédországban leöntenek egy szobrot, akkor már rögtön Magyarországot kell emiatt is előre. Így a világmédia központjába kerültünk, mert Szalai Bobrovicski Vince a miniszterelnökségnél nyilatkozott és reagált erre, és ezt átvette a Héber média, majd később az angol nyelvű média az itteni nyilatkozatát. Na de hát hogy a fenébe lehet összekeverni a térképen azért ennyire ez, szóval, hogy ez zajlik gyakorlatilag most a nyilvánosságban, és ugye ez azért van, mert jelen pillanatban mind a nyugat-európai, mind az amerikai politikai vezetés, egy balliberális politikai vezetés. Tehát ha megnézzük, hogy a Németországban a szociáldemokrata kancellár van, megnézzük, hogy a Franciaországban egy liberális államfő van, és végignézzük a nagy vezető országokat Európában, mindenhol gyakorlatilag egy balliberális politikai vezetést láthatunk valamilyen koalíciós formában. Amerikában ugye a balliberális demokraták vannak hatalmon, tehát látszik az, hogy a nyugati politikai elit jelenleg a magyar állásponttal, a magyar politikai gondolkodással szembe megy, és gyakorlatilag próbálják ellehetetleníteni, elnyomni azokat a hangokat, amelyek ellenkeznek egyébként ezzel a globális balliberális mainstream-mel, akár a háború ügyében, vagy bármilyen más politikai kérdésről beszélhetünk. Nagy a nyomás, és ennek tudható be mind az Európai Parlamentben, mind az európai közvéleményben, és az Egyesült Államok részéről is érkeznek ezek a támadások, de azt tapasztalom, és azt látom, hogy ennek ellenére azért a magyar kormányzati álláspont stabilan kitart, például a háború ügyében, tehát hiába próbálják rávenni minden eszközzel Magyarországot, például a fegyverszállításra, egyszerűen ennek ellenáll a magyar kormány, és ebből a szempontból meglepő a balliberális oldalnak a viselkedése, mert ugye ők meg mindig fegyverszállítást követenek. Hát ott voltam két hete Tordai Bence és Dömötör Csabának a vitáján. Tordai Bence azt mondta, hogy erkölcsi kötelességünk lenne már végre fegyvereket szállítani. Én egyszerűen nem látom magam előtt azokat a szavazókat, akik mondjuk egy lakossági fórumon ott ülnek, és akkor azt követelik Tordai Bencétől, hogy na már küldjünk már fegyvereket Ukrajnába. Tehát ilyen nincsen gyakorlatilag. Tehát Magyarországon elutasítják ezt az emberek. Ez akkor tulajdonképpen a beavatkozásra. Tehát az, hogy segélyeket adunk a menekülteknek otthont és enni, és perspektívát, azt megértem, de miért adnánk fegyvert? Hát itt jön be. Hát ott van a zsidó állam is, aki hiába most, éppen most fejezte be az izraeli külügyminiszter a kievi látogatását, természetesen elment azokra a történelmi helyekre is, ahol a nácikkal együtt az ukrán csapatok több mint 10 000 zsidót kivégeztek, tehát azért kezeljük a dolgokat a helyén, és tudjuk azt, hogy ki az antiszemita, vagy ki nem az antiszemita. Ő is megmondta az ukrán elnöknek, hogy minden humanitárius segítséget megadnak, de
hadviseléshez támadó fegyvereket nem. Erről van szó, és ugye itt van a szomszédos Ausztria, amely ugye semleges ország, nem tagja a NATO-nak, ők sem küldenek fegyvereket, tehát egyébként nem egy orosz párti álláspont az, hogyha az adott ország nem akar fegyvereket küldeni, és akkor itt jön be ugye a kérdés, hogyha tényleg nem látom azt, hogy választók tömegei követelnék a bali belső oldalt, hogy na, hogy verjétek az asztalt, hogy akkor küldjön Magyarország fegyvereket, hogy akkor mégis miért? Mi a mozgató? De Lengyelország például boldogan továbbít fegyvereket, de azt mondta vadászbombázókra, hogy de értem, ott a lakosság ezt támogatja is, tehát ugye a lengyel lakosság az olyan orosz ellenes. De van egy bizonyos múltjuk az oroszokkal. Van egy múltjuk, tehát ott még meg is értem, hogy a politikusok így cselekednek, de Magyarországon mégis akkor mi a mozgatórugó, és ugye itt jön be akkor a külföldi finanszírozás. Ugye most már látszik, hogy baliberális demokrata körökből az Egyesült Államok irányából finanszírozzák ezeket a politikusokat, és egyébként azt tapasztaljuk, hogy fontos kérdésekben... De ez tulajdonképpen a belügyekbe való beleszólás. Erről van szó, és ugye fontos kérdésekben, akár most ugye a háború és szankciók ügyében, még a saját választóikkal is szembe mennek ezek a politikusok, hogy egyébként ezeknek a külföldi finanszírozóknak az elvárásait, akaratát teljesítsék. Dani, de tulajdonképpen mekkora buli? Hát ott vannak a portugálok, ott van egy csomó elhasznált harci eszközük nekik, amiből az alkatrészeket kivettik és abból pótolják, és azt mondják, hogy ócska vasnak, illetve vigyék el a németek, javítsák föl, és azt boldogan odaadják, majd kérünk helyette újakat. Igen, van egy ilyen technika, ugye most a tankok kapcsán, a Leopard tankok kapcsán van egy ilyen helyzet, hogy ugye sokan beígértek mindent. Látszoltak, és akkor nem most tankok, hanem harckocsik. Harckocsik, és most úgy tűnik, hogy Németország egyedül marad egyébként, mert többi ország meg visszatáncolt ebben az ügyben, tehát látszik azért, hogy sokszor a politikai mainstreamnek való megfelelés, ennek a globális egynek való megfelelés sokszor rávesz politikai vezetőket bizonyos kijelentésekre, és akkor vissza kell táncolni, mert a racionalitás ugye szembe jön, és ezért jó egyébként, hogy Magyarország meg következetes ebben az álláspontban, tehát több mint egy éve ugyanazt mondja ebben a kérdésben. Ez nagyon rendben van, de a brüsszeli folyosókon ma már többen egyetértenek velünk, de miért nem hangosan értenek velünk együtt? Itt a választásokat kell megvárni, tehát ugye a migrációs válságnál ugyanezt tapasztaltuk, jöttek a választások, a parlamenti választások, törvényhozási választások, és ott szépen átfordult a közhangulat, hiszen a társadalomban... De a migránsok nagy része, már elnézést, hogy közbevágok, csak ez annyira idegesítő, azok automatikusan szavazóvá válnak. Tehát ők meghálálják, hogy beengedték. Igen, de ettől függetlenül azt látjuk, például Svédországban is egy bevándorlás, ellenes bevándorlás, szemben szkeptikus kormány került hatalomba, tehát jött egyfajta változás a választások alkalmával. Ugyanerre számítok most, indulnak a választások, most például idén év vége fele Spanyolországban lesz, mert szintén egy fontos ország Európában lesz választás, és ott is jöhet majd egy háború ellenes, tehát békepárti és szankció ellenes fordulat, de itt van a szomszédos Szlovákia, ahol jól tudom, szeptemberben lesz előrehozott választás, mert megbukott a koalíciós kormány, ott is minden felmérés azt mutatja, hogy akár alkotmányozó többséget szerezhet az ottani baloldal, amely szintén egyébként a magyar álláspontot osztja, háború ellenes, békepárti és szankció ellenes, tehát ilyen fordulatok megindulnak. Dani, a híradó kopog az ajtón, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Deák Daniela, a 21. századi intézet vezető elemzője volt vendégünk. Most következik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, könyörgöm, nem este 10 után és nem ünnepnapokon. És ha valaki ír vagy telefonál, akkor előtte nézze meg újból. Most akkor fogadják szeretettel a híradót, a híradó után jövünk vissza, és tovább megy a pirkadat. Tartsanak velünk!